azért nem rossz. Mondjuk, már én sem vagyok a régi. Hát akkor az állóképességről. Na de mi is ez az állóképesség? Természetesen ennek is van egy definíciója, nem mutatásként, csak a teljesség kedvéért. Ez egy olyan ellenálló képessége a szervezetnek, ami az erőkifejtéssel vagy a fáradással szemben tudunk úgymond fejleszteni. Igen, ez fejleszthető. Ez egy kondíciós tulajdonság, vagy kondicionális tulajdonság, tulajdonképpen egy edzettségi mutató, amivel alapvetően a szervezetben több ponton is fejleszteni vagyunk képesek, akár például a légzésünket, ugyanez a légzés segítő izmok, ugye a bordaközi izmok fejlesztésével, erősítésével. Ami még fontos, hogy a véroxigén szállító képessége is növekszik, ugye ez VO2 max-al nagyszerűen lehet úgymond kimutatni és megnézni, hogy hogyan tudunk fejlődni, hogyan fejlődik az állóképességünk, hogy okosóra erre is jó, és hát természetesen ott van még a szívizom erősítése, az jobban tud dolgozni, erősebben működik, tehát jót tesz nekünk. Ezen felül még a szervezet, illetve az izomzat vérellátása is javul, és az anyagcsere is, ami nagyon fontos, hiszen az izmokat megfelelő minőségi vérrel kell ellátni. Alapvetően komplexen azt lehet mondani, hogy az állóképességünk javul. Az állóképességi mozgásformák közül nagyon sokfélét ismerünk, időtartamban nagyon egyszerűen lehet őket úgymond csoportosítani, van a rövid távú vagy sprint távú, van a középtávú, és van a hosszú távú, és még azon is túl. Most ebben a videóban a hosszú távú állóképességi sportokhoz, egész pontosan, sőt azokon belül a futáshoz és a kerékpározáshoz tartozó vagy ajánlott kiegészítőket fogjátok jobban megismerni. És hogy miért is a hosszú táv? Hát tulajdonképpen a legegyszerűbb válaszom erre az, hogy a legnagyobb tömegsportok azok pont ebbe tartoznak, illetve ebbe a kategóriába tartoznak, a futás és a kerékpározás több millióan napi szinten végzik, űzik, és hát valljuk be, ilyenkor indul a szezonja is a futóversenyeknek és a kerékpáros versenyeknek, vagy akár a triatlon versenyeknek. Fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak versenyzőknek szóló termékekről lesz szó, tehát ne kapcsolja, hanem igenis nagyon egyszerűen a napi rutinhoz, akár egy kezdő számára is választható, használható termékek jönnek. Termékek futóknak. Hát az tulajdonképpen egy ilyen lajstromot lehet egyből felvezetni, és alapvetően a gyors energia biztosítása a cél. Általában minden állóképességi sportolás előtt be kell vigyük a megfelelő energia igényt fedezni képes tápanyagokat, és akkor ez mit is jelent? Kalóriatartalommal rendelkezzen, mert abból fogok energiát nyerni. Nyilván nem mindegy, hogy mit eszünk, de 1-2 órával előtte azért érdemes úgymond feltölteni a raktárakat. Ahogy egyre közelebb vagyunk az edzés megkezdéséhez, mondjuk fél órán belül már nem nagyon van értelme szilárdat étkezni, vagy legalábbis olyat, ami mondjuk egy, nem tudom, vajas kenyér, mert ott az emésztési folyamatok miatt nem megfelelő időben fog elkezdődni a jó vérellátás, illetve nem fogunk megfelelően koncentrálni az edzésre. Ezért praktikusan például folyékony, azonnal fogyasztható kiegészítőket lehet választani. Az első ajánlásunk az az Energy Shot. Ez egy azonnal iható ampullás termék, ivóvízzel fel van hígítva, ugyanakkor egy magas szénhidrát tartalmú és minimális koffein tartalommal is rendelkező ital, leegyszerűsítve. Íze van, finom, nagyon egyszerűen fogyasztható, és nagyjából fél órányi energia töbletet képes biztosítani, tehát egy fél órás futáshoz tökéletes. Egy picit hosszabb táv, 5 és 10 km közötti távon már egy kicsit több energiára van szükség. Energia zselé, energia gél termék, kifejezetten praktikus erre. Könnyen letéphető kis tasakban van, illetve a tetejét lehet letépni természetesen, és akkor egyszerűen csak be tudjuk nyomni az arcunkba, és az fontos, hogy ne külsőleg használjátok. Hallottam olyanról, hogy valaki magára kenni, hogy nem fog használni, ez belsőleg kell fogyasztani, hiszen egy élelmiszer, és fantasztikus szénhidrát tartalma van, nagyjából egy órányi energia tartalékot tud biztosítani, hogy segít annyit a szervezeten, és magnéziumot, illetve B-vitamint is tartalmaz, tehát még a kifáradás csökkentésben, meg az izomműködésben is segít. Egy kis vízzel egyébként felül lehet hígítani, de önmagában is működik. És akkor most jönnek a tóniások, hipotóniás, izotóniás, hipertóniás. Valójában az energiazselé már egy hipertóniás, úgyhogy az tulajdonképpen ki is pipálhatjuk. A multi hipotonik pedig nevéből adódóan hipotóniás, tehát egy alacsonyabb szénhidrát tartalmú oldat. Ugye ez egy nagy mennyiségű vízzel kell hígítani, és ebben van nagyjából kevesebb, mint 10 g szénhidrát, 7,7 g egész pontosan, de a lényeg, hogy ebben is találunk szerves magnéziumot például, illetve B-vitaminokat, sőt L-karnitint is, illetve aminosavakat, de alapvetően ennek az a funkciója, hogy egyfajta energiát biztosít alacsonyabb cukortartalom mellett, tehát például azoknak, akik túráznak, vagy olyan távot választanak, mint például 5 km és mondjuk 4 és 5 km közötti, vagy pedig egyszerűen még a célok között ott van az is, hogy formásodjanak, ezért odafigyelnek a szénhidrát bevitelükre. Izotonik termék, nevéből már hallatszik az izotóniás képesség, ugye ez annyit
rejt magába, hogy ez egy szénhidrát elektrolit oldat, aminek az a fő tulajdonsága, hogy segíti fenntartani a teljesítményt hosszú távon, és hosszantartó állóképességi aktivitás, mozgás, edzés során, úgyhogy ez egy fontos dolog, illetve egy másik funkciója is van, a folyadék, illetve hát a víz felszívódását is segíti, éppen ezért azt lehet mondani, hogy a klasszikus hidratáló, és most nem krémre gondolunk megint, de a hidratációt segítő, igazi frissítő ital, ez lesz általában egy frissítőponton is, egy versenyen, ilyen kiegészítőt találtok, illetve az edzésekhez, vagy akár az 5-10 km, vagy akár ezen túli távoknál is nagyszerű segítséget fog adni. Biztosan már hallottatok a sókapszuláról, vagy sótablettáról. Nálunk ez Multisolt néven található, és ez egy kapszulás forma, 300 mg sót tartalmaz kapszulánként, és többféle forrásból ered. Ugye ezek az elektrolitok, az ásványi sók, mint a magnézium, kalcium, nátrium, kálium, klorid, ezek amik szerepelnek a kiegészítőben, és ez mire is jó? Tulajdonképpen a nagy, magasabb hőmérséklet, tehát a 30 Celsius fok feletti testmozgás és a nagyobb igénybevétel, akár mondjuk ilyen 25 és 30 Celsius fok felett, ez hosszabb ideig tartó és intenzívebb mozgást jelent. Itt nagyon sokat tud segíteni egy sókapszula, akár közben, akár pedig már előre gondolkodva, előtte egy vagy két kapszulát bevéve, sőt, egy hosszabb, akár egy maratoni távra, vagy akár egy triatlon versenynél, akár az előző napokban is már érdemes feltölteni a sóraktárakat. És akkor most tekerjünk a kerékpározásra. Miről is szól? Ez a 30 percen túli igénybevétel, akár tartós, de akár intenzív, tehát akár iramkerékpározás, akár országúti, de akár a terepen is mondjuk egy XC, mondjuk azaz cross-countryzás. Tipikusan itt már szükség van frissítésre, fontos lesz, és melyek is ezek a kiegészítők. Most itt kezdjük egy kicsit a szilárdabb dolgokkal. Például egy szelet, például egy zapszelet, például egy magvas szelet, ez az Oatbar, vagy a Nuts and Fruits, Nuts and Honey szeletek, ezek kifejezetten praktikusak, ez is nagyjából mozgás előtt egy fél órával, háromnegyed órával el lehet morzsolni egyet, úgymond a bajszunk alatt. Szeleteknél 2-300 kilokalóriás energiamennyiség van, ezek bőven fedezik azt a szükségletet, amit mondjuk óránként elégetnénk, de ha mondjuk hosszabb táv, vagy pont nem kívánjuk a szeletet és valami egyszerű folyékonyra vágyunk, akkor természetesen szóba jön itt is akár a zseli állag, az Energy Gel Pro változat. Ez annyiban tér el az Energy Geltől, azért is Pro, mert itt a szénhidrátok aránya már más, és picit hosszabb ideig adja az energialöketet, akár másfél óráig is képes biztosítani energiatöbletet, de itt is megtaláljuk ugyanazokat az összetevőket, csak más arányban, illetve extra arginint is tartalmaz, ami szintén fontos, és az edzés előtti kiegészítőkből lehetnek ismerősek. Most pedig jönnek azok a kiegészítők, amelyek nem tartalmaznak cukrot. Az egyik az MCT, még jó, hogy nem, hiszen ez zsír, méghozzá igen zsír, közepes látszú triglicerid, aminek a felszívódása gyorsabb, mint egy hosszú láncú trigliceridnél, ugye ezek általában az állati zsírok, az MCT az pedig főleg pálmaolajban, illetve kókuszdióból kivonatolják. A mi termékünk kókuszdióból származik, tehát még etikusabb is, mint egy pálmaforrású. Emellett vegán, ahogy már említettem, természetesen cukormentes és gluténmentes is. Ezen felül pedig nagyon egyszerűen lehet használni edzés előtt, egy gyors energiaforrás, dupla akkor az energiatartalma, mint a szénhidrátoknak, ezért többet ad, gyorsabban, és nagyszerűen működik egy összetett szénhidrát tartalmú készítménnyel együtt, például a ciklik dextrinnel, erről mindjárt beszélek nektek. Az MCT italpor ráadásul még ízesítetlen is, ezért akár egy ízesített termékkel nagyszerűen kombinálható, ezek lehetnek akár aminósavak is, például egy BCA zéróval, de természetesen, hogyha valakinek szüksége van elektrolitokra, és akár szénhidrátra is, izotóniás italra is kombinálható. És akkor most jön egy szénhidrát, de cukor nélkül, a ciklik dextrin, ez a cluster dextrin nevezetű alapanyagra épül, illetve csak azt tartalmazza, ez egy módosított maltodextrin, ez egy designer szénhidrát, nagyon jó neve van. Egyébként hasonlót használunk már, az izotóniás italban ott van a palatinóz, az is egy designer szénhidrát, de annak más a funkciója, olyan tekintetben, hogy más a felszívódás ideje, a ciklik dextrinben található cluster dextrin viszont cukormentes, rendkívül alacsony glikémiás indexsel rendelkezik, tehát inzulinválasz effektív nincsen, és rendkívül hosszan adja le az energia értékét, vagy az energiatartalékát, úgyhogy egy kifejezetten jó akár egy órás, akár kettő órás, vagy akár két órán túli terhelésre, edzésre, vagy akár versenytávra.
és nem csak kerékpárosoknak, kajakkenusoknak és más sportágat is űzőknek, sőt, akár nagyon jó edzés után is, és nem csak állóképességi sportokhoz, hanem akár erős sportokhoz is, mondjuk fitness edzés után fehérjehez hozzákeverve egy cukormentes szénhidrát tartalmú mixet tudok kapni, és ez a szénhidrát segíti majd az izom regenerációját is. Jó, még két termék van a ajánlási körben, az egyik a Multisolt, ugye erről már esett szó a futásnál, úgyhogy igazából ezt nem ismételném meg, de itt is nagyon hasznos természetesen. Ugye aki izomgörcsökre hajlamos, tényleg kalkuláljon, elég magas a magnézium tartalma, úgyhogy azért is segít, de aki egyszerűbben, vagy akár egy folyékony formát jobban kedveli azonnal a fogyaszthatóság miatt, annak pedig a Magnasottot ajánlom. Arra figyeljetek, hogy ez az ampulla két adagot tartalmaz, amiben nagyjából egy adagban, tehát ilyen 12,5 ml-ben, az egy kortnyi, van 175 mg magnézium szerves forrásból, úgyhogy itt már azért más magnézium tartalmú készítménnyel együtt ne használjátok, mert meglepő eredményt hozhat. És ami még fontos, hogy kicsi koffeint is tartalmaz, 5 mg-ot, az nem fogja megzavarni a délutáni edzés utáni pihenést, de azért nagyon jól tud segíteni az L-karnitinnel együtt, hogy picit rápörögjetek a futásra vagy a kerékpározásra. Én egy kicsit elfáradtam, futottam is. Remélem nektek tetszett a videó, ha igen, lájkoljátok, és kövessetek minket a közösségi média felületeken, azon túl pedig, ha kérdésetek van, kommentbe, vagy a szakértő válaszóra bátran írjatok. Szevasztok! Biotekusa. The feeling of success. További inspirációkért kövess minket Facebookon és Instagramon, iratkozz fel YouTube csatornánkra és látogass meg a weboldalunkat.